Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Köztér Közéleti Magazin valamennyi nézőjét. Lássuk, hogy mivel foglalkozik a ma esti magazin műsorunk. Bemutatták a Zrínyi 2026 program eddig megvalósult fejlesztéseit, így a jövőben használt géppisztolyokat is a fehérvári laktanyában. A találkozó egyébként egyben a Magyar Honvédség parancsnokságának nyitó rendezvénye is volt, melyen a január 1-jében létrejött parancsnokság jelenlegi helyzetéről és az előttük álló feladatokról is részletes tájékoztatást adtak. Ezt került tehát a ma esti Köztér Közéleti Magazin középpontjába. Jöjjenek tehát a részletek! Ez annak a prototípusa, amit majd Magyarországon először összeszerelésre fog kerülni, később pedig reményeink szerint gyártási kapacitás lehetővé teszi azt, hogy mindenkit ellássanak ezzel. Nagyon korszerű fegyver, nagyon jó pontlövő fegyver, tavalyi év során végrehajtottuk például a lőgyakorlatokat, bátran állíthatom, hogy egy kiváló minőségű fegyvert láthatunk itt az asztalon. Ezeket a Scorpio Evo 3-as géppisztolyokat is bemutatták a Honvédségnél, melyeket a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programban szereztek be. A fegyvereket nem csak a Honvédségnél rendszeresítik majd, hanem a rendvédelmi szervezetek is ilyen lőfegyvereket használnak a jövőben, melyeknek hónapokon belül már nem csak az összeszerelése, hanem a gyártása is Magyarországon zajlik. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében a kézi lőfegyverek beszerzése is megtörtént, illetve folyamatban van. Emellé természetesen gyártó kapacitással is rendelkezik már Magyarország. Ennek a termékeit lehetett itt látni. A Katonai Rendészeti Központ kihelyezett részlege, székesfehérvári részlege mutatta be azokat a cseh gyártmányú géppisztolyokat, amiket jelenleg már ők is használnak. Ezeket lehetett megnézni, ezeket lehetett megvizsgálni odalent. A géppisztolyoknak mi a nagyobb előnye, mint a korábban rendszeresített fegyvereknek? Ezek a géppisztolyok már modern 21. századi felszereléssel is bírnak, tehát olyan akár célzókészülék, akár éjjellátó lehet rászerelve, ami segíti azt a tevékenységet, hogy ne csak nappal és jó körülmények között tudja a lövész katona végrehajtani feladatát, mellette egy teljesen modern 21. századi struktúrában, szerkezetben összerakott fegyverzett technikai eszközről beszélünk, és nem utolsó sorban figyelemmel kell lennünk arra is, hogy ezt mi magunk is tudjuk gyártani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nemzetgazdasági érdek is. Ez is egy előnye ennek az új fegyvernek. Komplett, hát hogyha úgy tetszik, fegyvercsere, ez körülbelül itt mennyi géppisztolyról beszélünk? Nyilván pontos számokat nem fogok tudni mondani. Több ezer fegyverről beszélünk, hiszen nem csak a Magyar Honvédség, hanem a tervezetten a rendvédelmi erők, a rendvédelmi szervek fegyverzett technikai eszköze is lecserélésre kerül. Emellett természetesen ez a gyártókapacitás megengedi azt is, hogyha kell, akkor idézőjel eladásra is tudjon majd ez az ország ilyet gyártani. Ez nagyjából várható, amikor valósulhat meg. Ugye ezeket a fegyvereket még kint gyártották, de már itt szerelték össze Magyarországon. Mikor valósulhat meg az, amikor már itt is valósul meg a gyártás az országban? Pontosan, ahogy mondta, ezeket a fegyvereket, az alkatrészeket kint gyártották Csehországban is, itt került összeszerelésre, abban a gyárban, ami már elkészült, és áll a gyár maga, benne a gyártósor is kezd összeállni. Nyilván akkor fogjuk tudni itt a
honi gyártást megkezdeni, amikor ez a gyártósor teljes egészében összeállt és működőképes. Itt hónapokról lehet azt gondolom beszélni. Nyilván akkor, amikor ez publikus lesz, akkor a sajtónyilvánosság erről tájékoztatásra kerül. Ugye itt volt az Icarus busz, itt voltak a fegyverek, még mi az, amit tartalmaz ez az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program? Ez az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program tartalmaz olyan, vagy már megszűnt, vagy elsorvadt képességek újraélesztését, ami egy haderő teljes bevethetőségét befolyásolja. Nyilván a közvélemény már kapott arról tájékoztatást, hogy a forgószárnyas képességünk megújul, hiszen olyan helikopterek beszerzésére kerül sor, ami kiváltja azokat a orosz gyártmányú, jelenleg még repülő reptechnikai eszközöket, melyek nem 21. századiak. Nyilván tudjuk azt, hogy a stratégiai szállító képességünk azzal az Airbus 319-essel megjelent, amiből kettőt is üzemben tartunk jelenleg, és akár missziós, akár más feladatok rotációjában a személyállományt tudjuk szállítani. Emellett pedig olyan képességek megújításaira is sor kerül, mint a páncélos képesség, mint a tüzérség. Ezen ügyekben folyik a tevékenység, folyik a szerződések, vagy már megköttettek, vagy jelenleg tárgyalások folynak, és ezek a képességek mind meg fognak újulni a Magyar Honvédség eszköztárában, segítve azt, hogy a honvédelem feladatát teljes spektrumában ez a haderő végre tudja hajtani. A találkozó egyben a Magyar Honvédség parancsnokságának nyitó rendezvénye is volt, melyen a január 1-jével létrejött parancsnokság jelenlegi helyzetéről és az előttük álló feladatokról adtak tájékoztatást. Január 1-jével a stratégiai irányítással és vezetés irányítással foglalkozó honvéd vezérkar kivált a Honvédelmi Minisztérium egységéből és összeolvadta a műveleti feladatokért felelős MH összhaderő nemi parancsnokságával, így megalakult a Magyar Honvédség parancsnoksága. Itt Székesfehérváron összpontosul a Magyar Honvédség stratégiai és műveleti szintű vezetése. A polgármester úr, tisztelettel szeretném megköszönni azt a támogatást, befogadást és kimondhatom szeretetet, amit ez a város nekünk nyújtott, és én meg vagyok róla győződve, hogy ezt így folytatjuk tovább. Akkor egy összhaderő parancsnoksági plakett a tisztelettel. Az új parancsnokság szélesebb hatáskörben a két eddigi intézmény feladatainak integrálásával működik tovább. A változásokról kérdezte a köztér Cserpalkovics András polgármestert. Úgy gondolom, hogy ezért érdemes ott kezdeni, hogy ez egy óriási lehetőség és megtiszteltetés is Székesfehérvár számára, hogy 2019. január 1-e után bekövetkezett a változások vonatkozásában Székesfehérvár katonaváros jellege tovább tud erősödni, hiszen azt hiszem, hogy a múltunk, történelmünk tekintetében is megkerülhetetlen az, hogy Székesfehérvár katonaváros.
de azt is most el lehet mondani, hogy szerencsére ez továbbra is tartalommal lesz megtöltve, nem csak egy múltban révedő, egyébként megtisztelő cím, hanem ez nagyon is szól a jelenéről a városnak, és ami talán még fontosabb, hogy szólni fog a következő évtizedeiről is azáltal, hogy január 1-e óta a Magyar Honvédségben bekövetkezett változások okán a Magyar Honvédség parancsnokságának székhelye nyilván több ütembe, de Székesfehérvárra kerül. Nyilván vannak ennek közvetlen katonai előzményei, mind a Magyar Honvédség, mind a nemzetközi katonai alakulatok tekintetében, hiszen az itt szolgálatot teljesítő, akár a múltban, akár a jelenben szolgálatot teljesítő katonáknak, az ő szakmai munkájuknak köszönhető az, hogy ez egy reális elképzelés tudott lenni, és a döntéshozók meghozták azokat a szükséges döntéseket, amelyek ehhez pedig szükségesek. Ugye korábban volt egy olyan felvetés, hogy a Magyar Honvédség politikai irányítása, tehát a Honvédelmi Minisztérium költözön székhelyét tekinte Székesfehérvárra. Nyilván Fehérvár szívesen fogadta volna a minisztériumot is, én mégis azt gondolom, hogy ez egy sokkal reálisabb elképzelés, ami most kialakult, és az, hogy a vezérkar külön vált a minisztériumtól, és ezáltal kialakult, mondjuk úgy, hogy egy gyakorlati katonaszakmai parancsnoki vezetése a Magyar Honvédségnek, ez szerintem sokkal inkább otthon van Székesfehérváron, úgyhogy ennek nagyon örülünk, de egyúttal látva ennek a nagy lehetőségét, látjuk a kihívásokat is, amihez tartogat a város vonatkozásában. Ez igaz a katonára, és igaz a katona ember mögött lévő családra is, akiknek szeretnék otthont biztosítani Székesfehérváron és környékén. Ugye azt hangzott el miniszter úr részéről, hogy a magyar katonák fővárosa Székesfehérvár. Ez nagyon megtisztelő, de egyúttal azt gondolom, hogy tartalommal is meg kell töltenünk. Erről beszélgettünk részben ma is, és részben fogunk a következő hetekben, hónapokban. Ez az egyeztetés már korábban megkezdődött. Volt lehetőségünk a katonáknak köszönhetően megnézni olyan várost Európában, amelyik nyilván nagyobb volumenben, de mégiscsak egy nagyon komoly parancsnokságnak ad otthont, és nyilván ott azt figyeltük, hogy városként mit kell majd tennünk annak érdekében, hogy ez a katonai szervezeti egység és az abban szolgáltott teljesítők otthon is jól érezzék magukat, úgy, hogy minden adott számukra, hogy magas minőségben tudják ellátni azt a nem kis szolgálatot és feladatot, amit vállaltak, hiszen ez mégiscsak a haza, a nemzet védelmét jelenti. Van feladatunk, van kihívás, ezen folyamatosan dolgoznak a szakemberek, folyamatosak az egyeztetések, és nyilván a következő hetekben, hónapokban nagyon sok ma még kérdőjel helyett már pont lesz. Ennek azt gondolom nagyon fontos lépése volt a mai találkozó, és nagyon fontos lépése lesz jövő héten is, hiszen miniszter úr Székesfehérváron a közgyűlés előtt mondja el azokat az érveket, amelyek Fehérvár melletti döntöttek, de azt gondolom, hogy talán sokkal fontosabb, hogy elmondja, hogy mit kell, hogy jelentsen ez a következő években, hol kér vár ő a várostól együttműködést, mi pedig el tudjuk mondani, hogy nyilván ezt az együttműködést felvállalva ezeket a feladatokat a város szeretné mindén magasabb szinten ellátni. Ez egy közgyűlés keretében történik meg, de utána a sajtón keresztül a nyilvánosság is tájékoztatva lesz ezen keresztül. Én azt szeretném mindenképpen nagyon röviden aláhúzni, hogy ez egy óriási lehetőség, meggyőződésem szerint Székesfehérvár előtt. Nekünk nem új autógyára volt már szükségünk, mert szerencsére a gazdaságunk és az iparunk elég erős és elég fejlett, hogy közép-európai régióban is meghatározó és megkerülhetetlen legyen. Nekünk egy második lábra volt szükségünk, és ez a második láb, amiközben a történelmi hagyományainkból és a jelenünkből is táplálkozik, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül valóban egy önálló lába lehet Fehérvár fejlődésének. Ez pedig ezen katonai szervezeti egységek fejlődésében keresendő. Én azt mondta, hogy az egyeztetések közepén vannak, hogyha így tetszik, tehát hogy még nem mindennek a végére került pont, de az azért gondolom, hogy nagyjából már látszik, hogy milyen feladatok elvégzésére van szükség a városban, tehát ezek infrastruktúrális fejlesztéseket is akarnak, gondolom. Igen, ez jelent infrastruktúrális fejlesztés. Nyilván vannak olyan katonaszakmai fejlesztések, amire nem az önkormányzat hivatott, hiszen ezt nyilván a szakemberek el fogják tudni végezni részben a laktanya területeken, részben adott esetben máshol, hogyha ezekre így esik majd a választás. Ez nyilván nem az önkormányzat hatásköre. Nekünk azt gondolom, hogy a körülményeket kell olyanná formálni, hogy maga a katonai szervezeti egység vagy egységek, akár hazai, akár nemzetközi jól érezzék magukat Fehérváron, el tudják végezni a mindennapi munkákat, plusz akik ezt a munkát, ezt a szolgálatot végzik, azok a magánéletük, a családjuk vonatkozásában, vagy a szabadidejük vonatkozásában is jól és otthon érezzék
képzik magukat. Ebben van oktatási feladat, nem titkoltan, hiszen már a középiskolai kampusznál elmondtuk, hogy nyilván mérlegelni kell, hogy adott esetben az oktatáson belül milyen jó értelembe vett fejlesztések, változások várhatók emiatt, de nyilván van a Modern Városok programnak más eleme is, amit mi felvetettünk. Várjuk majd azt, hogy maga nyilván a katonaszakma, maga a politikai irányítás, magyarul a minisztérium és a kormányzat eldöntse, hogy ebből mire tart igényt, miért az, amit esetleg másként gondol el, és milyen egyéb körülményekben kell a városnak segítséget nyújtani. Úgyhogy nem szabad elfelejteni, hogy a városnak az az érdeke, hogy a katonacsaládok itt éljenek Fehérváron vagy Fehérvár környékén, és meg kell nézni, hogy ez mit jelent lakhatásban, mit jelent oktatásban, mit jelent adott esetben a sportolás területén, a rekreáció területén, mit jelent a kulturális életben, és itt nem csak mondjuk magyar vonatkozásban fontos ez, hanem adott esetben nemzetközi vonatkozásban is. Magyarul, hogy egy jelenét és jövőjét tekintve is egy katonacsalád számára vonzó város legyen Székesfehérvár. Szerintem nagyon sok adottsággal rendelkezünk, de biztos, hogy van mit másoktól tanulnunk, vagy adott esetben másoktól fejlesztési lehetőségként, ötletként is átvennünk. A városon belül a parancsnokságnak a helyszíne hol lesz, arról van-e már valami tény? Hát nyilván ez nem én vagyok hivatott megint csak bejelenteni, ha egyáltalán már eldönt. Fölvetett a város ebben a tekintetben is elképzeléseket, hiszen nyilvánvalóan azért a gyakorlati irányításnak, a katonaszakmai irányításnak itt kell történnie a védett, őrzött objektumokban, most egyszerűsítsünk le laktanya területre, de nyilván emellett vannak olyan protokoláris feladatok is, amelyekhez pedig azt gondolom, hogy belvárosi helyszín vagy helyszínek illeszthetők. Mi erre tettünk javaslatot, de még egyszer nyilván e tekintetben a magyar államnak és a magyar honvédelmi politikai és szakmai vezetésének kell, és nyilván az ő joguk is ezeket a kérdéseket eldönteni. Mindenesetre mi nagyon örülnénk annak, hogyha megjelenne a belvárosban ez a parancsnoki jelleg, mert ez egy óriási presztízsérték, óriási városmarketing érték, és azt gondolom, hogy akár a fehérváriaknak egy büszkeség, akár a turistáknak pedig egy jó értelembe vetten látványos elem tudna lenni Székesfehérvár belvárosában. Fontos elmondanunk, hogy ez egy olyan fajta szolgálat, amit nekünk társadalomnak kell érezni, hogy értünk történik, a mi biztonságunkért történik, azért történik, hogy ez a város és ez a nemzet nyugodtan élhessen itt, és tehesse a mindennapokba a dolgát, és szeretnénk ezt kifejezni a katona emberek számára, mint egy olyan város, amelyik hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt a katonáival, tehát pontosan értjük és érezzük azt, hogy mit jelent ezt a hivatás szolgálatot vállalni. Nekünk azt gondolom, hogy dolgunk, hogy nekik ezt megköszönjük, és ennek a hivatásnak a nagyszerűségére, de nehézségeire is egyébként felhívjuk a figyelmet. És ehhez is hozzátartozik szerintem az, hogy látható jele legyen annak, hogy itt egy parancsnoki központban vagyunk Székesfehérváron, hogy ez itt megjelenik a város mindennapjaiba, és akár a fehérváriaknak, akár az ide látogató vendégeinknek azt lehessen mondani, hogy igen, azon az objektumon mondjuk látszik az, hogy ez valóban egy milyen jellegű város. Hiszen az, hogy mi tudjuk, ez fontos, de emellett fontos, hogy ezt egy kicsit meg is mutatjuk. Nyilván úgy, hogy ez semmilyen biztonsági és egyéb plusz kockázatot azt ne jelentsen. Ez a bizonyos objektum, ez mikorra kerülhet majd megmutatható formába? Tehát van-e valami véghatárideje, ha úgy tetszik, ennek a költözésnek, amit mondjuk a város kellett vállaljon? Itt vannak törvényi, illetve jogszabályi határidők, tehát van egy tervezett ütemezés. Nyilván ezt az állam határozza meg, és azt gondolom, hogy ez így helyes. Ez nyilván köt bennünket is, ez egyébként egy nagyon szoros 2-3 éves időhorizontot jelent. Én azt gondolom, hogy ez megvalósítható, de természetesen a döntésektől számítva lehet pontos ütemezést mondanunk, akár az elhelyezésekre, akár a különböző infrastrukturális fejlesztésekre is gondolunk.
Az új vezetési egység élére Koron Ferenc altábornagyot, a Honvéd vezérkar eddigi főnökét nevezték ki, mint az MHP parancsnoka. Az MHP törzsfőnöke, a volt MHÖHP megbízott parancsnoka, Mihóca Zoltán vezérőrnagy lett. A székesfehérvári helyőrség parancsnoka pedig Sándor Zsolt, dandártábornok. A múlt év december 31-ig a Honvéd vezérkar, mint stratégiai vezető és irányító szervezeti elem, a Honvédelmi Minisztérium integrált részeként funkcionált, és hajtotta végre azokat a stratégiai vezető szerepeket, amik elő voltak írva számára. Itt Székesfehérváron pedig, ahogy ezt polgármester úr is említette, mint minden katonaváros, és ez is mindig katonaváros volt, mindig valamilyen olyan vezető elem, szervezeti elem volt megtalálható, amely a műveleti szintű vezetést hajtotta végre, konkrétan a csapatok napi irányítását. Ez volt az összhadnagyi parancsnokság. Vezetői, politikavezetői és katonavezetői döntés alapján január 1-től a Honvéd vezérkar kivált a Honvédelmi Minisztérium szervezetéből. Ez azt jelenti, hogy a politikai és a szakmai irányítás ketté vált. A politikai kontroll és az irányítás természetesen miniszter úr, a minisztérium kezében ott maradt, természetesen a civil kontroll továbbra is megvalósul a Magyar Honvédség felett, de a szakmai irányító rész honvédvezérkar kivált, és a honvédvezérkar, valamint az összhadnagyi parancsnokság alapján január 1-ével megalakult a Magyar Honvédség parancsnoksága, Koron Ferenc altábornagy úr parancsnok vezetésével, és ez az a vezetési elem, ami egyként hajtja végre mind a stratégiai irányítás, mind a műveletvezetés szerepét. Ebben is lesz, gondolom, hogy praktikusabb ez az újonnan létrejött parancsnokság a jövőben. Abszolút praktikusabb, bár azt kell, hogy jelentsem, most egy kicsit nehéz, hiszen két helyőrségben települve Budapest és Székesfehérvár, és a szervezeti elemek irányítása, vezetése, koordinálása bizony így nem egyszerű még a 21. században sem, amikor komoly informatikai és információtechnológiai háttér van mögöttünk. Sokkal egyszerűbb lesz ezt majd Székesfehérváron egyben végrehajtani, de most is látjuk már ennek a szakmai előnyeit, hiszen a katonai szakmai irányítás egy kézbe, a parancsnokom kezébe került. Ugye az, hogy egy helyen legyen ez a bizonyos helyőrség, az MHP, ez hát polgármester úr az imént azt mondta, hogy ez egy 2-3 év szerinte, ami egy nagyon rövid idő, de így látja az MHP is, hogy ez a 2-3 év ez tartható. Abszolút, így gondoljuk, miniszter úr is így határozta meg számunkra, hogy ezt az időt tartani kell, jelenleg a tervek szinkronizációja folyik, megfelelő infrastruktúrális háttér és annak az erőforrás háttér megteremtése, és utána megkezdődik majd a valós tevékenység, és én azt gondolom, hogy amit polgármester úr mondott, és időfaktorként számunkra is a miniszter úr előírt, ez tartható. Mivel jár majd egyébként ez a, hát hogyha úgy tetszik, ide költözés, tehát nagyjából infrastruktúrálisan mi az, amit itt ki kell alakítani ez a városban? Illetve hány fő érkezik majd ide pluszban még Székesfehérvárra? Több száz fő pluszban érkezik még, nyilván a pontos számot nem fogom említeni. Ez azt eredményezi, hogy itt olyan infrastruktúrális háttérnek kell felépülni, ahonnan a vezetés irányítás, akár békeidőszakban, akár ha szükségeltetik, műveleti időszakban megvalósulhasson, és ahogy polgármester úr is említette, ennek bizony vannak a várost érintő részei is, legyen az lakhatás, legyen az egészségügyi ellátás, legyen az oktatási ellátás, ezt is mellé kell rakni azért, hogy az állomány teljes egészében ügyesen és maradéktalanul végre tudja hajtani szolgálati feladatait. Ugye ez egy új helyszínnel is jár majd itt a városon belül, amiről nyilván itt az egyeztetésen is szó volt, itt a polgármester úr egy belvároshoz közeli helyet emlegetett, erről nem tudom, hogy a honvédségnek mi az álláspontja jelenleg. Nyilván a mi terveinkben is többféle variáció szerepel. Szerepel a meglévő objektumok bővítése, szerepel új objektumok létrehozása, ismerve polgármester úr belvárosi koncepcióját, igen, miniszter úr tud erről is. Én azt gondolom, akkor lehet erről nyilatkozni, amikor ezek a tervek szinkronizáltattak, és az a kormányzati szándék valósul meg, amit a politikai vezetése eldöntött. Ekkor tudunk erről majd beszélni.
A találkozón elhangzott folyamatos egyeztetések és tárgyalások folynak a honvédség, az állam, a szakmai szervezetek és a város között. Kedves nézőink, ez volt mára tehát a köztér. Legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre itt a Fehérvár televízióban, pénteken este 19 óra 30 perc után. Hogyha tehetik és idejük engedi, akkor tartsanak velünk akkor is. További szép estét, kellemes időtöltést, viszontlátásra!